A centenárium alkalmából városunkban is adtak ingyenes koncertet a zenekar művészei, akik a Szent István király római katolikus templomban léptek fel. Kis Kamara Együttesünk nevében én is nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és ahogy Sipos Antal tanár úr elmondta, mert hogy nekünk tanár úr, ugyanis Móri Irén művésznő kolléganőmnek az első fuvola tanára volt a tanár úr, úgyhogy úgy hallgassák az ő fuvolázását. Így van, ahogy elmondta Sipos Antal tanár úr is, hogy 100 helyszínen adunk 100 különböző koncertet, mert hogy a 1923-ban alapított székesfővárosi zenekarnak a jogutódjaként, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjaiként állunk most itt. És valóban ez most egy olyan rendhagyó születésnap, ahol a születésnapos szeretne ajándékot adni, és ezért járjuk az országot, és egy kis klasszikus zenével örvendeztetjük meg azokat, akik fogékonyak a szépre, a jóra. Fogadják szeretettel ezt a kis zenei utazásunkat, ami elindul most a korabarokk korban, a 18. század elején, Itáliában járunk. Alessandro Scarlatti kvartettjét hallgassák meg, ez egy 4 tételes kis kamaradarab. Fogadják szeretettel! A műsorban közreműködött Herendiné Szekeres Gizella hegedűn, Farkas Beatrix cellón, Móri Irén fuvolán, valamint Kubina Ágnes oboán.